Helyet foglalhassak már most egy rövid időre annál az eljövendő asztalnál, amit egy örök létre megígértél, s aminek egyedül a te békéd a lámpása, eledele és terítéke. Kutas Attila plébános ezekkel az ünnepi szavakkal nyitotta meg a kiállítást, melyen Szűcs Zoltán Flört című egyfelvonásos drámáját adta elő Csapó Ágnes és Móricz Norbert. A kiállító terembe lépve 50-100 évet repültünk vissza az időben. 1907-ben készült a legrégebbi esküvői fotó azon az Ásó Kapa Nagyharang címet viselő kiállításon, mely a Paksi Csengei Dénes Kulturális Központban látható. Tudtuk, hogy a ládafiából előkerülő régi fotók azok nagy sikert aratnak, és nem csak itt a kiállító térben, amíg keresi a család, amíg eldönti, hogy mit hoz el ide, addig felsejlenek a régi emlékek, és ezzel egy olyan plusz ajándékot is kapunk, mert amikor bejöttek, akkor elmesélték ezeket a történeteket, amit keresgélés közben vettek elő a fényképpel együtt a ládafiából. És most azért vagyok egy picit elfogadott, mert éppen édesanyám néz velem szembe 1965-ből. Természetesen a nagy paksi Akác utcai esküvő előjött abból a bizonyos emlékládából, és ahogy újra elmesélték édesanyámék, hogy szakadt az eső, és a Sárgödör téren kellett átvergődnie a sáron, de aztán az Isten úgy adta, hogy a házasságkötés jól sikeredett, Sólyom Károly evangélikus esperes adta össze őket, és aztán mindig arról mesélnek, hogy milyen finom volt az Akác utcai házban a rántott borjú, ami akkor ritkán került az asztalra. Jó lenne, a fiatalok eljönnének, és látnák, ahogy az elmúlt 90-100 évben hogyan változott az ízlés, hogy nézett annak idején hasonló korú édesanyjuk a képről le rájuk. Körülbelül 30-40 nagy keretezett kép érkezett, nagyon bátran hozták az emberek, szerencsére nagyon jó kapcsolatunk van a helyi nyugdíjas klubokkal, tehát ez azt jelenti, hogy nem csak a paksiak, hanem már ugye újonnan paksiak is hoztak képet, hiszen az atomerőműben dolgozók közül nem mindenki paksi származású, házasságokat még nem biztos, hogy Pakson kötötték, de az ő képeiket is szeretettel fogadtuk, hiszen most már teljes mértékben paksi lakosnak mondhatjuk őket. Az esküvői ruhákat is behozták, ez egy újdonság számomra, hiszen már 2005-ben és 2006-ban megrendeztük az Ásó Kapa kiállítást, és akkor nagyon kevés, talán egy-egy ruhát hoztak. Én nekem ez volt a legnagyobb meglepetés, hogy ilyen szép számmal érkeztek ruhák is, bábukat tudtunk kölcsönözni, erre az alkalomra így még látványosabb lett a tárlat. Ezen kívül fájtlakat, kesztyüket, meghívókat, táviratokat is szép számmal hozták. Nagyon sok érdekes dolog található. A legrégebbi fénykép 1907-ből való. Nekem nem is a képek között van talán a legérdekesebb dolog, hanem a vitrinekben. Van például egy szállítólevél, ahol az esküvői menünek a részletezése is elolvasható. Ebben az esetben viszont kérte a tulajdonosa, hogy takarjuk ki a nevét. Ezt tiszteletben tartjuk, ezért van így, hogy csak a fényképek alatt található meg a menyasszony és a vőlegény neve, valamint a házasságkötés dátuma. Hernekné Margit néni esküvője 54 évvel ezelőtt volt. Férjét 9 éve elveszítette, ezért kissé fájdalmas volt neki felidézni a régi szép emlékeket. Budapestről rendeltük ezt a menyasszonyi csokrot, akkor még az volt divat ez a mű csokrok, nem ez az élő virágból készültek. Hát a ruhámat egy ilyen varrónő varta, egy ilyen kicsi, hát olyan nájlonos, még akkor az volt a divat, olyan, és akkor a koszorúm is ő készítette. Frizurámat meg egy nagyon aranyos kis fodrász, de úgy kellett elmennünk egy másik városba fényképezkedni. Csabai Jánosné elhozta a kiállításra csodálatos 70-es évekbeli saját kezűleg készített kalocsai hímzéses menyasszonyi ruháját. Nagyon szerettem mindig kézimunkázni, és ebből adódott az, hogy úgy gondoltam, hogy kalocsai hímzés, úgyhogy az egész ruhát én hímeztem. Talán eltartott 3-4 hétig is
kicsit iparkodni kellett, hogy kész legyen, mire az esküvő meglett. A Paks és környékbeli házaspárok régi esküvői fényképeiből, tárgyaiból rendezett tárlat február 27-éig tekinthető meg a Paksi Csengei Dénes Kulturális Központ kiállító termében.